Játékos foglalkozások segítségével tanulják a noszai nyári diák színjátszó táborban a színjátszás fortéjait. A gyerekek nem csak az előadó művészet alapjait sajátíthatják el, hanem hasznos leckét kapnak csapatépítésből és az egymás iránti tiszteletadásból is. Mi az a foglalkozás, amit nagyon szeretsz és azt várod mindig? Hát legjobban talán a szüneteket várom, legjobban. De talán az olyan foglalkozások, amikor figyelnünk kell a másik érzéseit, gondolatait, és megpróbálunk kitalálni, hogy a másik mire gondolhat, és mit tehet, és ennek alapján cselekednünk. Ja, Kristóf, hogy neki fogom adni. Mi az, amit esetleg megtanultál? Hát legfőképp a szép beszédet, és hogy a többiekkel hogy viselkedjek. A Hinga Művelődési Egyesület szervezésében a noszai, hajdújárási és kispiaci gyerekekkel Nagy György Anikó foglalkozik. Az oktatás a jövő héten is folytatódik, minden nap 10 és 17 óra között. Az előző évektől eltérően az idei tábornak nem elsődleges célja, hogy egy kész színpadi előadás készüljön, amelyet be tudunk mutatni a zárónapon, esetleg tájolható is, hanem hogy csapatot építsünk, a gyerekek megkedveljék a színjátszást, lássák azt, hogy nem kell félni a színpadtól, a közönségtől, hogy kialakuljon a beszédkészségnek az a szintje, amely később az előadás készítése folyamán kívánatos. Szokásukhoz híven idén is a táborlakók vendégül látták a vajdasági képzőművészeti kör 15 alkotóművészét. Az általuk festett képek a noszai művelődési ház falait fogják díszíteni.